reggelt, jó napot és jó estét kívánunk, sziasztok! Ez itt a Versus Közéleti Podcast 2020-as évének első adása, és a mai meghívott vendégeink Katona Marianna, Magyar Hang munkatársa, és Nótin Tamás, az Alfa Hírtől. Sziasztok! Hát az első témánk az nem más lenne, mint az, hogy Dunaújvárosban február 16-án ugye időközi parlamenti választást fognak tartani azok után, hogy Pintér Tamás megnyerte az országgyűlési választást, majd októberben, tavaly pedig polgármesteré választották, és mivel ez volt a Jobbiknak az egyetlen egyéni győzelme, ezért ezen a helyen így most időközi országgyűlési választásokat tartanak. Káló Gergely lesz ugye a Jobbiknak a jelöltje, viszont a Fidesznek nincsen önálló jelöltje, ami gyakorlatilag hát eléggé fura helyzet. Egyfajta beismeréssel ér fel, azt gondolod, vagy arra próbáltál ezzel utalni, mert nyilván azért sokan így értelmezik, hogy saját jelöltjük nem lesz, ők ugye akkor mondjuk el azt is, hogy Iváncsa polgármestere Molnár Tibor mögé álltak be, ő az, akit elvileg támogatnak, nem elvileg, ő az, akit támogatnak. Orbán Viktor mondta is, hogy hát megnézték a saját jelöltjeiket, és hát ez a független jelölt jobbnak bizonyult. Nyilvánvalóan nem lehet azt mondani, vagy azért korai lenne azt kimondani, hogy a vereséget el kell vitetni valakivel, de hát hogyha megnézzük a számokat, meg megnézzük az eddigi tapasztalatokat, akkor Dunaújvárosban azért az ellenzéknek áll az ászló. Tehát nyilván nekik van nagyobb esélyük. A Fidesz meg értelemszerűen nem akart belemenni egy választási vereségbe most így egyből évelején. Tamás, szerinted is veszteség minimalizálásról van szó? Két hatalmas bukáson van túl a Fidesz, és valóban lehet azt mondani, hogy ez egyfajta kockázat minimalizálás, hogy nem saját jelöltet indítanak, hanem Iváncsa polgármesterét támogatják. Az látható volt Jászberény után is, hogy a fideszes véleményvezéreket, akik a sajtóban véleményt mondanak és értékelik a választásokat, sokkolta a jászberényi eredmény, és azt gondolom, hogy a Fidesz egész egyszerűen meg akarja úszni ezt a bukást azzal, hogy saját jelöltet nem indítanak, hanem egy úgymond független jelöltet azt támogatnak. Ugye Orbán Viktor úgy fogalmazott talán, hogy voltak alkalmas fideszes jelöltek is, de Iváncsa polgármesterét azt alkalmasabbnak találták arra a pozícióra, hogy elindítsák. És nyilván nem fogja azt mondani Orbán Viktor, hogy a belső felméréseket megnéztük, és a belső felmérések is azt mutatják, hogy nagy valószínűségét ellenzéki győzelem várható. Az azért fontos elmondani, hogy Pintér Tamás az ugye nem csak jobbikos jelölt volt, hanem ellenzéki jelölt. Az önkormányzati választásokon. Így van, az önkormányzati választásokon. Hát most sem indít ugye más ellenzéki párt, az együttműködésben résztvevő pártok közül Káló Gergely szemben más jelöltet. Nagy valószínűséggel ezt Káló Gergely ezt a választást meg fogja nyerni. Igen, és ezért azt se felejtsük el, hogy a Dunaújvárosi választást az pár héten meg fogja előzni egy győri polgármester választás, ahol ha már az előbb én ennyire mondtam, hogy kinek áll az ászló, mint hogyha én így bárminek a birtokában lennék, hogy én látom előre a jövőt, természetesen nem, de mondjuk Győrben pont a Fidesz az, akit alapvetően esélyesebbnek mondanak. Nyilván, hogyha a Fidesz megnyeri a győri polgármester választást, akkor ő ebből csinál egy sikerpropagandát teljes joggal, és hát miért is ne tenné, hiszen nyer egyet. Azt valószínűleg beárnyékolná, hogyha néhány héttel később utána Dunaújvárosban pedig elveszítenek egy polgármester választást. Igen, mondjuk Győr és Dunaújváros helyzete az azért más, mert ugye Győrben szerintem nem sikerült kellő időben olyan jelöltet találni, aki hát határozottan esélyes lehetne. Mármint úgy érted, hogy az ellenzéki... Az ellenzéki rész, ugye sokáig ugye volt róla szó, hogy Glázer Tíme lehet, hogy az ellenzéknek a jelöltje. Ugye az önkormányzati választásokon tavaly októberben lényegében véve ő volt az ellenzéknek a közös jelöltje. De hát ugye ő azért nem tűnt egy magabiztos jelöltnek, vagy nem lehetett azt látni, hogy ő ezt az egész választást ezzel a botránnyal el tudná vinni a hátán, és az ellenzéket azt sikerre tudná vezetni. Tehát lényegében Győrben nem sikerült időben találni olyan jelöltet, aki alkalmas lenne arra, hogy a Fidesz meg tudja szorongatni szerintem. De Dunaújvárosban nyilván itt pedig az ellenzéknek áll az ászló, viszont ugye azzal, hogy egy kistelepülési polgármester mögé álltak be, azért ők is talán a helyi beágyazottságra játszanak valamennyire, nem? Tehát, hogy azzal, hogy ugye azt hiszem egy 3000 fős településnek a polgármesteréről van szó, aki ráadásul talán nem is az első ciklusát tölti már, tehát hogy talán neki nagyobb esélye van, mint hogyha egy pártos jelölt elugranának neki. Erre mondom azt, hogy szerintem a Fidesz ezt az egész választást Dunaújvárosban meg akarja úszni. Nagy valószínűséggel a belső felméréseik azt mutathatták, hogy ezt a választást ezt nem tudják megnyerni fideszes jelölttel. Azt is látni kell, hogy azért a Fideszen belül Dunaújvárosban vannak törésvonalak is. Tehát ott egymással is vannak ott alapszervezeti belül problémák, amelyek gátolták azt, hogy egy
egy jelölt mögé egységesen a helyi Fidesz fel tudjon állni. Meg azért talán azt se felejtsük el, hogy itt ugye egy parlamenti mandátum sorsa fog eldőlni, ami ugye jelenleg is az ellenzéknél van, vagy hát ugye az ellenzéknél volt, mert ugye ez egy jobbikos képviselő volt, Pintér Tamás. Innentől kezdve az, hogy mondjuk ezt most megtartja az ellenzék ezt a mandátumot, ez a parlamenti erőviszonyokon semmit nem fog az égvilágon változtatni, tehát a Fidesznek ugyanúgy meg lesz bőven a kétharmados többsége. Innentől kezdve nyilván, hogyha ez mondjuk egy olyan választás lenne, ahol akár a kétharmad ginoghat, akkor nyilvánvalóan sokkal nagyobb energiákat fektetnének bele, bocsánat. Így azért a súlya nem olyan nagy. Igen, csak az is nagyon érdekes, hogy ugye Tamás, te említetted ezt, hogy a dunaújvárosi Fideszt is ilyen belső ellentétek feszítik, de hogy úgy néz ki, hogy ez az egész pártra is kicsit hatással van, mert most az október 13-án elszenvedett választási vereségek után azért viszonylag sok ilyen hát kritikus hang, meg belső zúgolódás kifelé is hallatszódik. Ugye Lázár János is mondott kritikus mondatokat a Fidesznek a jelenlegi politikájára. Navracsics Tibor pont a Zenegy Televízió kapta el egy Veszprémi rendezvényen, ahol részben ugye a dunaújvárosi választásról, meg úgy általánosságban a Fidesz politikájáról kérdezték, ő is azért elég kritikus gondolatokat fogalmazott meg, tehát minthogyha úgy látszana, hogy nem csak az ilyen helyi szervezeteken belüli feszültségek nehezítenék most a Fideszt a különböző választásokon, hogy jól szerepeljen, hanem mintha párközpontban is lennének problémák. Ugye azt lehetett hallani, hogy van egy éles szembenállás mondjuk a Kubatov Gábor és Rogán Antal féle ilyen operatív és kommunikációs pártvezetés és mondjuk a helyi szervezetek között. Hát mondjuk, hogyha Lázár János szavaira gondolunk, én nyilvánvalóan nem látok bele Lázár János fejébe, tehát én nem tudom azt, hogy ők milyen érdekek mozgatják, és mikor, mit, miért mond, nyilván ő ezt pontosan tudja. De hogyha megnézzük azt, hogy mit mondott ő, tehát ő ugye azt mondta, hogy vissza kellene találnia a Fidesznek a valósághoz, mert mint hogy egy kicsit elveszítette volna a valósággal való együttműködését. Ugye beszélt arról, hogy a fiatalokat meg kellene nyerni a Fidesznek, mert hogy minthogyha a fiatalok nem annyira a Fideszt akarnák támogatni mostanában. Tehát attól függetlenül, hogy Lázár János kibeszélt, nyilván üzent ezzel a pártvezetésnek, egyébként valós dolgokat mondott. Tehát, hogy olyan dolgokat mondott, amik a Fideszt igenis, per pillanat, a Fidesznek igenis szembe kell ezzel nézni. Az már más dolog, hogy mondjuk mennyire engedi azt a pártvezetés, hogy valaki ilyen nagyon sarkos véleményeket megfogalmazzon kifelé. Orbán Viktor válaszolta neki. Igen. Méghozzá elég keményen, hiszen elmondta, hogy neki az a feladat, hogy Hódmezővásárhelyet azt visszahódítsa, hiszen elvesztették. Én egy kicsit más szempontot hoznék fel. Itt leginkább a szereplőknek a motivációját illetően, ahogy hogy milyen helyzetben vannak. Ugye te említetted a pártközpontot. Azért, ha megnézzük, akkor ugye Navracsics Tibor, Lázár János és Stumpf István szólaltak meg hangsúlyosan, vagy fogalmaztak meg kritikát. Ugye Lázár János az, akiről azt lehet mondani, azért a Fideszen belül egy név, bár ugye az országgyűlési választások óta azért egy kicsit háttérbe szorult a parlamenti munkát illetően, de én azt gondolom, azért látszik, hogy elég tudatosan építi magát, elég tudatosan építi a saját háttérországát, és szerintem nem véletlenül fogalmaz meg kritikákat, de ez nem is igazából kívülre szól, hanem befelé, de ezzel is szerintem az a célja, hogy saját magát építse a Fideszen belül, és egy bázist építsen ki saját magának. Amíg mondjuk Navracsics Tibor szerintem tipikusan az a figura, aki lehet, hogy mondjuk az ellenzéki véleményvezérek számára, vagy mondjuk a sajtónak érdekelhető Navracsics Tibor mit mond, és azt meg lehet írni, hogy hú, Navracsics Tibor most kimondta ezt és ezt, de valójában véve ő a pálya széléről integet be a Fidesznek, hogy itt vagyok, bár a véleményem az senkit sem érdekel. Stumpf István pedig egy kőkemény rendszerkritikát mondott el. Azt is megjegyzem, itt Navracsics Tibor és Stumpf István esetében fel lehet tenni azt a kérdést, hogy amikor arról beszélünk, hogy a Fidesznek vannak árvái, vagy úgymond vannak a polgári Magyarország árvái, akik mostanában szerveződnek, rendezvényeket, eseményeket tartanak, hogy eljuthatunk-e odáig, és ez egy kérdés, ez egy felvetés, amit nem biztos, hogy én meg tudok válaszolni, sőt nem is biztos, hogy nekem kell megválaszolni, de hogy eljuthatunk-e odáig, hogy a Fidesz ellenzéke egyszer majd
a Fidesz kiábrándult tagságából, véleményvezéreiből, értelmiségéből fog felállni, és azok állnak be az első sorba. Elfogadható ez egyáltalán az ellenzék számára? El tudjuk-e képzelni azt, hogy majd esetleg egyszer egy Stump István, vagy még egy Navracsics Tibor, azok felvegyék a kesztyűt a Fidesz-szel szemben? Nem tudom egyébként, hogy van-e ennél a két embernél például erre motiváció, de azt lehet látni, hogy a polgári Magyarország árvai azok szervezkednek, és azt is lehet látni, hogy ennek a két személynek a kijelentései, azok összhangban állnak azokkal a kritikákkal, amit a Fidesz árvák, a polgári Magyarország árvái megfogalmaznak. A Fidesz összegére és összességére nézve én azt gondolom, hogy ennek a három embernek a kritikája, a megszólalása azért nem dimenzionálnám túl. Tehát ugye szeretünk arról csámcsogni, meg értékelni, beszélni, hogy most akkor ez mit jelent, hogy ez mennyiben változtathat a Fidesz jelenlegi politikáján. Alakulhatnak olyan törésvonalak, amelyek mentén aztán a Fideszben földindulásszerű dolgok történjenek? Szerintem nem. Igen, csak ugye azt mondod, hogy még mondjuk Stumpf István és Navracsics Tibor mondjuk kívülről próbálna valami fajta ellensúlyt képezni, Lázár János pedig inkább arra játszik, hogy Orbán Viktornak így a kihívója legyen esetleg a jövőben. Ezt... Ugye a miniszterelnök úr azért a Kormányinfón eléggé világossá tette, egyrésztről helyre rakta Lázár János szerepét, hogy azt mondta, hogy ugye hogy az ő feladata Hódmezővásárhely visszaszerzése, amivel egy lokális pozícióba tette, és nem emelte fel, a másik pedig, hogy nagyon határozottan azt is ugye kijelentette, hogy 2022-ben is kész, hogy ő vezesse ezt az egész... Erről régóta beszélnek, tehát régóta lehet hallani mindenfélét ezzel kapcsolatban, Lázár Jánosnak milyen motivációi lehetnek. Nem tudjuk, ebben igazat adok a Mariannak. Én is csak spekulálok, amikor azt mondom, hogy számomra elég látható módon építkezik azért a Fideszen belül, de azért Orbán Viktor a legegyértelműbben Lázár Jánost tette helyre ezen az évindító sajtótájékoztatóján. Tehát mindhárom személy esetében elmondta, hogy egyébként barátai, mindhárom személyt egyébként nagyra értékeli. Lázár János esetében is először elmondta, hogy azért milyen érdemei vannak, majd azért odaszűrt neki, hogy hol van a helye, és mit is kell neki csinálnia. Tehát ez szerintem azért eléggé nyilvánvalóvá teszi, hogy Orbán Viktor az hogyan priorizálja ennek a három embernek a szerepét, ha a kritikáról van szó. Ezzel én tökéletesen egyet tudok érteni, és nyilván ez hozzátartozik az is, amit te is megemlítettél, hogy Navracsics Tibor azért már mégiscsak így parkolópályán van, Stumpf István ugye nyilván nem a szerves része a Fidesznek vagy a pártvezetésnek, míg ugye Lázár János, igen, és ugye Lázár Jánost még azért sokan figyelik, odafigyelnek arra, hogy ő mit mond, meghallgatják. Nyilvánvalóan le kell törni, hogyha esetleg lennének, amit ugye szintén mondom én is, nem tudjuk, hogy milyen ambíciói vannak, pletykák régóta vannak, hogy neki lehetnek ambíciói, ezt ő biztosan tudja, mi ezt így nem tudjuk innen megmondani, de nyilván ő az, aki a legfontosabb abból a szempontból, hogy ő tudja a helyét, ahogy valamelyik őtök fogalmazott. Amit az előbb viszont mondtál, ez a polgári Magyarország árvai, vagy Fidesz árvái, szerintem egyébként már nagyon régóta van az, hogy ez a fajta közeg, vagy ez a fajta közösség nem is közösségként, hanem egyéni emberekként várják azt, hogy valaki megszólítsa őket, tehát hogy valahova tudjanak tartozni, mert per pillanat ugye a Fidesz árvák most úgy vannak, tehát hogy nincs nagyon igazából politikai otthonuk, mert egyetlen párt sem tudta ezt a közösséget felszívni. Az, hogy most van valami fajta szerveződés, ez egyébként valóban érezhető, ugye Pálinkás József, felelős értelmiség. Mostanában így van. Az, hogy mondjuk Navracsics Tibor vagy akár Stumpf István ilyen szinten élére tudna állni bárminek, vagy mondjuk a Fideszhez ennyire közel ilyen köthető emberek állnának ki, én annak nagyon kevés lehetőséget adok, vagy esélyt adok, de mondjuk most 2020 eleje van, tehát hogy bármi történhet még, de az tény, hogy elkezdődött valami szerveződés, és egyelőre azért ez nem a Fidesz belső köreiben. Én nem is a kiállásra gondoltam, hanem az, hogy, és akkor talán érthetőbben fogalmazok úgy, hogy ellenzéki oldalon vajon elfogadható lesz-e, hogyha mondjuk olyan típusú karakterek vagy személyek, mint Navracsics Tibor, vagy mondjuk Stumpf István azzal a háttérrel, azzal a kormányzati fideszes háttérrel
ami a múltban volt nekik, alkalmassá válhatnak-e arra, vagy elfogadottá válhatnak arra, hogy ők is egyfajta Fidesz árvákként határozzák meg magukat, és ha van erre motivációk, persze nem tudjuk, akkor ők is aktorokká válhassanak az ellenzéki politikában. És erre mondtam azt, hogy van olyan érzésem időként, hogy elképzelhető, hogy mivel mindig megy ez a meghatározása az ellenzéknek, hogy akkor most ki, merre, hogyan, miként, eljuthatunk-e esetleg egyszer egy olyan helyzethez, amikor igazából véve a Fidesznek a értelmiségi holdudvara válik a Fidesz ellenzékévé. Azt gondolom azt, hogy mondjuk az ellenzék hogy fogadná ezt, azt elég szépen le lehet mérni, hogyha mondjuk megnézzük Márki-Zay Pétert. Tehát, hogy őróla tudjuk, hogy amikor így berobbant a közéletbe, ugye a Hódmezővásárhelyén még 2018 év elején, jót mondtam, ha minden azt igaz. Azt hiszem, igen. Igen, most így hirtelen már itt a évszámok, ezek kicsit összecsúsznak. Tehát, hogy ő ugye deklarálta, hogy ő jobb oldalról jön, ő semmiféleképpen sem bal oldalról. Most meg lehet nézni, hogy mondjuk a baloldali pártok hogyan állnak hozzá. Nyilván elfogadják, de mondjuk én nagyon meglepődnék azon, hogyha az MSZP vagy a Gyurcsány Ferenc vezette demokratikus koalíció mondjuk olyan élesen kardoskodna amellett, hogy Márki-Zay Péter legyen a közös ellenzéki miniszterelnök jelölt. Ami viszont, aki mellett viszont kardoskodnak, az a Jobbik és Újhely István, aki nemrégiben egy győri lakossági fórumon ugye arról beszélt. Tegnap előtt, a szombaton, azt hiszem, vagy pénteken valahogy. Tehát, hogy néhány nappal ezelőtt arról beszélt, hogy ő örülne annak, hogyha a Néppártban a Jobbik és a Fidesz ugye helyet cserélne, és hogy a nyilván a... Hát azt szerintem az elmúlt időszak legmeglepőbb politikai kijelentése volt. Tehát az... Igen, csak hogy gyakorlatilag tehát ez, amit a Márki-Zay Pétertől vártak sokan, hogy esetleg ő lesz az, aki úgymond a csalódott fideszeseket, vagy ezeket az ilyen polgári jobboldali szavazókat fel tudja szívni, azért bizonyos szempontból a Jobbiknak a mérséklődése is lehet egy ilyen elszívó hatású, bár ez most egyelőre a közelmi kutatásokból ugye nem látszik, mert hogy inkább az látszik, hogy olvad a Jobbiknak a szavazótábora. Most az a kérdés, hogy a Jobbik be tudja csatornázni ezeket a polgári Magyarország árváit, vagy az úgynevezett Fidesz árvákat? Igen, mert hogy... Eddig nem tudta. Tehát volt pár év, és eddig nem sikerült. Hát ugye pont a Magyar Hangnak volt egy rendezvénye az A38-on, vagy nem is tudom, egy hajón, ahol lényegében véve erről szó volt, de én azt látom, hogy jelen pillanatban csak puhatolózások vannak, és mindenkinek más a véleménye, vagy az elképzelése arról, hogy mit is jelent jobboldali konzervatívnak, polgárinak lenni. Sőt, még szerintem én, ahogy elnézem, abból is vita van, hogy egyáltalán beszélhetünk-e polgári Magyarországról, kell-e beszélni hangsúlyosan ideológiákról, fontos-e most a jelenlegi politikai térben, hogy jobboldaliként vagy baloldaliként határozzák meg magukat a pártok. És én úgy látom, hogy ez a polgári Magyarország árvái, ők nehezményezik azt, hogy ezek a kérdések az úgynevezett jobboldali ellenzék oldalán is vitatárgyát képezhetik. Most azt, hogy a Jobbik az milyen irányba fog menni a következő időszakban, ezt nehéz megmondani, hogy most a Jobbik egy tisztújítás előtt áll. Tehát az sok mindent meg fog határozni, hogy milyen elnökség fog felállni január végén, hogyha jól mondom. A tisztújításon az már nagyjából azért borítékolt, hogy Jakab Péter lesz a Jobbik elnöke, hiszen nincsen kihívója. Kérdés még az, hogy milyen elnökség fog felállni mellé, de egyelőre nehéz megmondani, hogy a Jobbik az pontosan hova fogja magát pozícionálni, vagy milyen irányba fog elindulni. De azt már most látható szerintem, de majd mindjárt Marian ezt elmondja, hiszen ő ott volt a rendezvényen talán. Nem, jó, én sem, én is csak videóról néztem meg. De én azt gondolom, hogy a polgári Magyarország árváit, ez a volt fideszes értelmiség, ez inkább külön utakon képzeli el a jövőt. Tehát egy ilyen Fidesz 2.0, vagy mondjuk a 98-2000 közötti Fideszt szeretnék újra újjászületni a politikai térben. A Jobbik pedig azt gondolom, hogy ők a jelen állás szerint ezt a jobb baloldali versenyt vagy vitát ezt hátrébb tolnák, és inkább egy karakteresebb politizálást, választóknak szóló, választók hétköznapjaival foglalkozó politikát szeretnének vinni. De ki fog derülni a tisztújítás után? Én azért gondolnám, hogy a Jobbik tisztújításának ebben nem lesz akkora szerepe, mert nyilván a Fidesz árvák, vagy a polgári Magyarország árvái, ők ugye az a politikai közösség, amit keresnek,
Egyébként már sokan azért hosszú évek óta, mert a Fideszből való kiábrándultság azért már elkezdődött korábban, nyilván nem öntött, vagy öltött tömegeket, mert hát akkor nem a Fidesz kormányozna most, de több függetlenül nyilván ez a réteg, ez a közösség megvan. És én azért nehezen tudom elképzelni, hogy ez a közösség, ez Gyurcsány Ferenccel, a Szocialista Párttal és a Demokratikus Koalícióval képzelne bármifajta közös mesdjét. És azért mondom, hogy a Jobbiknál én nem látok olyan nagy, vagy nem látom azt, hogy olyan fontos lenne a tisztújítás, mert ugye pont Jakab Péter az, aki már eddig is nagyon élesen beleállt abba, hogy az ellenzéknek együtt kell működnie. Nem tudom, hogy most mit mond, de ugye az eddigi megszólalásai azok alapvetően ebbe az irányba mutattak, ami szintén egy teljesen legitim érvelés most, mert azt láttuk, hogy amikor teljesen együttműködik az ellenzék, akkor valóban tudnak elérni sikereket, de kérdés az, hogy mondjuk ezzel a bizonyos Fidesz árvákat vajon meg tudják-e szólítani? Hát egyrészt van egy helyzet, tehát azt bebizonyosodott az önkormányzati választásokon, hogy együtt lehet elérni eredményt, és ugye hát 2022-ben is az egy az egy elleni felállást kell preferálni az ellenzéknek. Szerintem ez sokokban egyébként kérdés, vagy nem gondolom azt, hogy a Jobbikos, vagy mondjuk az MSZP-s, vagy a DK-s az annyira boldog lenne attól, hogy ebben a formában kell megmérkőzniük a Fidesz ellen, csak van egy politikai helyzet, amiből az következik, hogy önmagában egyedül nem fog menni. Most a kérdés az az, hogy lehet-e értékorientált politizálást folytatni. Én azt látom, hogy a DK esetében és a Momentum esetében azért ez megy. Tehát amikor arról van szó, hogy baloldaliként tudjuk meghatározni magunkat, vagy mi a baloldali szavazókat szeretnénk becsatornázni a választói bázisunkba, akkor a DK és a Momentum az határozottan tud kommunikálni. A Jobbik esetében viszont azt látom, hogy amikor arról lenne szó, hogy ők merjenek jobboldaliak, konzervatívak, vagy mondjuk polgáriak lenni, akkor inkább az a kommunikáció, hogy hát ezt alapvetés, hogy mi azok vagyunk, nem ezt kell hangsúlyozni. Na most valóban ez lehet egy probléma a Fideszből kiábrándult konzervatív értelmiség számára, hogy ők viszont gesztusokat várnának jobboldali témákban is. Ezek lehetnek szimbolikus témák. Mondok egy példát, például, hogy ma van Vass Albert ügye. Ugye a Jobbik esetében sosem volt kérdés, legalábbis a radikálisabb időszakában, hogy Vass Albert a szóval helyezed el az irodalom történetbe. Na most jelen pillanatban a Fidesz az, aki Vass Albert ügyét azt mondjuk így a zászlajára tűzte, miközben a DK mer ezzel a Vass Albert ítosszal, vagy Vass Albert munkásságával szembe menni és kritizálni. Sőt, hát ott volt Karácsony Gergő, aki főpolgármesterként. Így van. Na most beleállt ebbe az identitás. Ebbe a szimbolikus vitában én úgy látom, hogy a Jobbik nem szólt bele határozottan azon a címen, hogy nem akar olyan aknákra rálépni, amivel az együttműködést, az ellenzéki együttműködést veszélyeztetheti. Most, akik pedig ugye a polgári Magyarország árvái közé tartoznak, vagy legalábbis szimpatizálnak ezekkel a konzervatív nézetekkel, azok pedig azt mondják, hogy, és én is ezt szoktam írni, és ezt szoktam mondani, hogy az együttműködés keretein belül lehet értékkonfliktusokat vívni, annélkül is, hogy az együttműködés az sérülne. Sőt, egy párt a saját választói biztos szavazói bázisát csak úgy tudja erősíteni, hogyha az ellenzékiségen túl mást is tud mondani és mutatni a választóknak. Tehát a pártpolitika az verseny. Lehet, hogy van egy adott politikai helyzet arról, hogy együtt kell működni az ellenzéknek, de azért ezeknek a pártoknak az lesz az érdeke, hogy 2022-ben minél nagyobb frakciók legyen, minél több képviselőjük legyen. Tehát muszáj versenyezniük. Csak miközben ugye beszélünk arról, hogy az ellenzéki oldalon belül mi történik, közben azért ott van a miniszterelnök varástalanodása is, aki például ugye most a legutolsó kormányinfón nekem egy kicsit ilyen meglepő módon, de részben ezeket a különböző önkormányzati választásokon elszenvedett vereségeket magára vállalta, amikor azt mondta, hogy nekem is részem van minden elveszített településben, amit persze különböző politikai elemzők úgy magyaráztak, hogy ez inkább a próbálja erről a Kubatov és Rogán vonalról levenni a felelősséget és kvázi megvédeni őket, de azért valahol tényleg az van benne, hogy ez a választás nem csak a helyi településvezetőkről szólt, hanem Orbán Viktorról is, és hogyha viszont ezt így magára vállalja, akkor az látszik, hogy ezeken a településeken nem csak a helyi XY település vezetőre, nem csak Borkai Zsoltra, vagy tehát mit tudom én, Szombathelyen Puskás Tivadarra mondtak nemet, hanem Orbán Viktorra is.
Hát most lehet, hogy nem leszek népszerű, ez a varástalanodás szó, amit az előbb használta a miniszterelnökre, nekem igazából a múlt csütörtöki kormányinfó alapján pont ennek az ellenkezője jött le. Mert ugye Orbán Viktorról tudtuk korábban is, hogy ő egyébként vitahelyzetben, éles helyzetben jó. Viszont az elmúlt években egyszerűen nem volt ilyen helyzet, tehát a szokásos évi tusnádfürdőt leszámítva lényegében minden beszédét papírból olvasott fel a parlamentben, amikor ugye havonta egyszer megvan az ellenzéki képviselőknek az a lehetőség, hogy személyesen kérdezzenek tőle, akkor is én nagyon sokszor volt papírból felolvasás, ami már csak azért is vicces, mert ugye egy ott feltett kérdésre válaszolt ő előre, megírt papírból. Hát vagy boldog karácsony kíván. Vagy jött a boldog karácsony, persze. Tehát, hogy nagyon régóta nem láttuk őt idézőjelbe véve éles helyzetben. Most ez az volt, és szerintem jól szerepelt. Tehát, hogy megint az látszott, hogy ő egy politikus forma, és mi ezt meg is írtuk, hogy vajon ki az, aki egyébként a jelenlegi politikai elitből ezt utána tudná csinálni. Nyilván voltak ilyen apróságok, amik így biztos nem annyira szembetűnők, de nagyon fontos apróságok, hogy mondjuk amikor feltett egy újságíró egy kérdést, nagyon sokszor fel kellett tenni az összes kérdését, majd a mikrofont vagy tovább is adta, vagy elvették tőle, tehát mondjuk visszakérdezése már nem nagyon volt lehetőség. Tehát ilyen kis apróságok azért nyilván közbejátszottak, de szerintem egyébként Orbán Viktor egy nagyon jó szereplést mutatott most a kormányinfón. Az az igazság, hogy hozzászoktak ahhoz, hogy a kormány kritikus oldalon nevezzük ki, amikor az ellenzékben, de a kormánykritikus sajtóban is Orbán Viktorról csak azt lehet mondani, hogy igen, varástalanodott, elfáradt, megöregedett, ha a szemébe néz az ember, akkor már csak az őrületet látja. Lehetne ezt még fokozni, hogy milyen dehonesztáló kijelentések hangzottak el vele szembe. De az a helyzet, hogy ugye úgy fogalmazott ezen az évindító sajtótájékoztatón, hogyha valaki már öregség miatt, vagy kora miatt nem lehet támadó középpályás 8-as, akkor helyette lehet az ember 6-os védekező középpályás. Na most ő szerintem még mindig a 8-as. Tehát, hogy valóban egyetértek Mariannal, hogy itt azért azt láthattuk, hogy mint politikus és kormányfő megállta a helyét. Most az más kérdés, hogy ő milyen válaszokat adott, és azokat lehet vitatni, vagy kritizálni. De ha azt nézzük, hogy ő politikusként, kormányfőként kiállt, és több órán keresztül várta a kérdéseket, és azokra a maga módján amúgy határozottan tudott válaszolni, felelni, akkor azt gondolom, hogy Orbán Viktor azért nem lehet még leírni, semmiképpen sem, sőt, és még csak azt sem mondanám, hogy leszálló ágban lenne az ő karriere, és egyetértek Mariannal, hogy én is elgondolkodtam azon, hogy vajon hány olyan magyar politikus van, aki ezt a teljesítményt tudná nyújtani, és itt most nem csak a sajtótájékoztatóról beszélek, hanem az, hogy ő egyébként belpolitikai szempontból is meg tudja állni a helyét, és hát ugye kemény csatákat vív külpolitikai téren. Tehát mondhatni, hogy bármennyire is ezt fájhat ezt egy ellenzékinek hallania, de azért Orbán Viktorra elképzelhető a történelem, egyfajta államférfiként fog majd visszaemlékezni. Már csak azt nézem, hogy milyen nemzetközi sajtófigyelem övezi őt, tehát azért több külföldi lapnak ott volt ezen a évindító sajtótájékoztatón az újságírója. Orbán Viktor, ha nem is mindig, de azért folyékonyan tudott angolul válaszolni nekik. Orbán Viktortól nem idegen az, hogy idegen nyelven szólaljon meg. Azért azt gondolom, hogy az ellenzéki oldalon ebből is van bőven hiány. Tehát vannak persze olyan kérdések, mint hogyha amikor a családjának az ügyeit firtatják, ugye itt a Tibor Célius ügy, aztán ugye az édesapja tulajdonában lévő, azt hiszem, a 60 pusztai majorság esetében ugye ezeket igyekszik félretolni és tudomást sem venni ezekről az ügyekről, ezekről a kérdésekről, de alapvetően az újságírók most azt kérdezhettek Orbán Viktortól, amit csak szerettek volna, az más kérdés, hogy Orbán Viktornak erre megvannak a saját válaszai. Már akik bejutottak, ugye, mert hogy azért azt ki kell emelni, hogy nem mindenkit engedtek be erre a kormányinfóra, ugye a megelőző években, mint hogyha nálatok is lett volna. Tavaly a Magyar Hangot sem engedték be, idén bemehettünk ugyan, de hát sajnos kérdezni már nem tudtunk, mert nem jutott rá idő, vagy nem tudom, hát Kovács Zoltán előbb lezárt a tájékoztatót, mint hogy mondjuk mi fel tudtuk volna tenni a kérdéseinket.
Ami különösen is érdekes már csak abból a szempontból, hogy innen is így megjegyezném, hogy a Heti TV-nek a riportere, mondjuk Brajer Péter például, ő kérdezhetett a miniszterelnöktől, nyilván a Heti TV-t borzasztó sokan nézik, és egy nagyon komoly sajtóorganum, ezzel szemben mondjuk... Kósa Lajos szereplését azért szerintem sokan nézték ott. Hát igen, bár az szerintem nem a műsorvezető. Szerintem Orbán Viktor azt a két-három utolsó kérdést már szívesen kihagyta volna, és ment volna tovább. Hát... Most meddig tartja egy sajtótájékoztató? Tehát azért több mint két órán keresztül azért mégiscsak ott állt és lehetett tőle kérdezni. Azért nemzetközi viszonylatban sem jellemző az, hogy 6-8 órán keresztül ott álljon egy vezető politikus és kérdezgetni lehessen. Tehát valahol le kellett zárni ezt a sajtótájékoztatót, és azt gondolom, hogy a lényegesebb, sok lényeges kérdés felmerült, sokszor egyébként ismételték egymást az újságírókat, a témákat illetően, tehát azért nagyon új kérdés nem bukkant fel. Érdekes, mert maga Orbán Viktor is megjegyezte, hogy most sokkal kíméletesebbek voltak vele az újságírók, mint például tavaly. Viszont azt még hozzátenném, hogy Orbán Viktornak ez a szereplés, ez abból szempontból is előnyös, hogy ő azokra a kritikákra, amikor arról van szó, hogy ebben az országban nincsen demokrácia, vagy nincsen sajtószabadság, ezekre ő ezt az évindító sajtótájékoztatót mindig oda tudja tenni az asztalra, hogy tessék, minden évben tartok egy ilyen sajtótájékoztatót, több órán keresztül válaszolok az önök kérdéseire. Miről beszélnek? Hát kérem szépen, van itt sajtószabadság, azt kérdezhetnek, amit akarnak, és egyébként pedig ez hozzátartozik a demokratikus játékszabályokhoz. Orbán Viktor is nagyon sokszor hangsúlyozta a sajtótájékoztatón, hogy demokrácia van Magyarországon, demokratikus országról van szó. Ugye az önkormányzati választásokon elszenvedett vereségek kapcsán is azt mondta, hogy ez egy tudatos kommunikáció a részéről, és ez nem is igazából belülre szól, hanem inkább kívülre szól. Tehát neki nagyobb ellenfélnek számít a nemzetközi sajtó, mint mondjuk a magyarországi sajtó, azt mutatva neki, hogy ti azt írjátok rólam, hogy itt nincs demokrácia, nincs sajtószabadság, meg jogállamisági kérdésekkel bombáztok, erre tessék, én ide állok, elétek is bármire válaszolok. Igen, jó, mondjuk, csak annyi, hogy ez azért vitatárgya lehet szerintem, és ebben azért alapvetően valószínűleg egyet értenénk, hogy elég-e az, hogyha egy ország miniszterelnöke évente egyetlen egy alkalommal áll ki a sajtó elé, vagy nem ártom ezt mondjuk így picit sűríteni. Ugye ezt akartam mondani én is, hogy az RTL klubnak a riportere, akit oda küldtek, ő ugye ezt is kérdezte először a miniszterelnöktől, hogy vagy hát gyakorlatilag kérdéselt inkább kijelentette, hogy problémának tartja az, hogy persze most itt lehet kérdezni, de hogy gyakorlatilag egyében egyszer nyílik erre lehetőség, hogy a miniszterelnöktől lehessen kérdezni az formában. Az viszont továbbra sincs, tehát ugye Orbán Viktor azt valamilyen szinten megint deklarálta, hogy az általa ellenzékinek tekintett sajtóval ő nem fog úgy szóba állni, hogy leüljön valakinek interjút adni, vagy bemenjen egy tévébe, és ott válaszoljon a műsorvezető kérdéseire. Tehát ezt nem teszi. Mindamellett, én is dicsértem itt az elején Orbán Viktornak a sajtótájékoztatón a szereplését, és azt komolyan is gondoltam, de attól függetlenül én ezt azért kevésnek tartom egy miniszterelnöktől. Én nem akarom, hogy az ellenzéki hallgatók minket megutáljanak, meg így közben felvetődött benne, mi lett volna akkor, hogyha mondjuk itt kormánypárti újságírók ülnének, ők mit mondanak a sajtótájékoztatóról ennyi dicséret után, amit mi elmondtunk. Hogy rosszak voltak az ellenzéki újságírók. Próbáltam most egy picit ellensúlyozni, ezért, hogy kevés az egy. Igen, és az a baj, pont azt akartam mondani, én nem ismerem amúgy, hogy tehát más országokban mi a szokás, de azt azért én úgy látom, hogy azért más országoknak a vezető is megválogatják, hogy kik azok az újságírók, vagy melyek azok a lapok, amelyeknek megszólalnak, vagy szívesebben szólalnak meg, vagy esetleg vannak olyan újságírói körök, akiket saját maguk szerveznek meg. Tehát szerintem ez igazából annyira nem idegen más országok, vagy más politikai más politikusok felfogásától sem, tehát még emiatt sem nagyon tudom kárhoztatni Orbán Viktort, hogy mondjuk nem szeretne leülni egy 444-jel interjút csinálni, és még egyszer mondom, én szoktam olvasni 444-et, tehát én most itt nem akarom őket elhordani, de értem, hogy Orbán Viktor az miért gondolja úgy, hogy neki nem kötelessége, hogy leüljön egy olyan újsággal, ami valószínűleg folyamatosan falhoz fogja őt állítani. De jó ez a tendencia, tehát itt igazából ezt kell kimondani, hogy attól, mert ez így van. De erre mondom azt, hogy egy évben egyszer, vagy mondjuk kétszer, most
Én azt mondom, hogy szerintem az, hogy év elején, meg mondjuk év végén kiáll mondjuk egy ilyen sajtótájékoztató, amikor azt kérdezhetnek tőle, amit csak akarnak. Én el tudom fogadni, hogy ez így elég. Azt már sokkal jobb problémának tartom, hogy mondjuk a parlamentben milyen viszonyokat alakítottak ki a sajtó számára, vagy az, hogy például a minisztereket, vagy egyéb funkcionálisokat a kormányból szinte sohasem lehet elérni, vagy hogy például, ha minisztériumnak küld az ember levelet kérdéseket, akkor azokra nem válaszolnak, vagy csak valami semmit mondó közleményt küldenek vissza. Tehát ha valahol probléma van, akkor inkább ez, és ezzel tényleg probléma van. Ez valóban így van, és ebben egyetértek, hogy ez tényleg óriási probléma, hogy egyszerűen közadat igénylést kell küldeni egy minisztériumnak két tök egyszerű kérdésre, hogy megkapjuk az adatokat, és még akkor sem biztos, hogy megérkezik. Az, hogy mondjuk mi elküldjük az EMMI sajtóosztályának, én nem tudom hány levelet küldtünk már nekik, és soha az életben nem kaptunk szinte tőlük választ. Volt olyan egyszer-kétszer, amikor ők akartak valamit mindenáron közölni, akkor fura módon ismerték az e-mail címünket, és akkor tudtak nekünk levelet írni, de egyébként ez tényleg borzasztó probléma, hogy egyszerűen a sajtó munkáját, ha túl vagyunk azon, hogy a parlamentben már nem tudsz oda menni szinte kormánypárti politikushoz, akkor még ez, hogy a minisztériumok sajtóosztályával sem tudsz mit kezdeni, mert egyszerűen nem válaszolnak. Záró gondolatként mi a véleményetek arról a felvetésről, hogy az interneten azt hiszem, hogy talán a Gulyás Marci kezdett arról posztolni, és aztán elég sokan megosztották, meg hozzászóltak ez a dologhoz, hogy a tavalyi évben, meg előzőleg is felvetődött pont a ti benemengedésetek kapcsán is, hogy gyakorlatilag a kormány kritikus, vagy kormánytól független sajtó bojkottálja ezeket a kormányinfókat azért, mert ugye most például 24.hu-t meg az Átlátszót nem engedték be a rendezvényre. Én nem tartanám ezt egy teljesen ördögtől való gondolatnak, azzal a feltétellel, hogyha ez tényleg egy egységes történet lenne, de én nem hiszem, hogy ezt egységesen meg lehet szervezni. Az, hogy mondjuk, hogyha egy olyan kormányinfo lenne, ahol mondjuk adott esetben a miniszterelnök van éppen ott, és csak a kormányhoz közelebb álló sajtó menne be, és csak ő kérdezne, minden más, aki mondjuk a kormányon kritikusabb, senki nem lenne ott, annak egyrészt szerintem baromi rossz lenne optikailag, ahogy ez kinézne. Másrészt meg benne van az is, tehát hogyha valakit meg beengednek, akkor ne vitassuk el tőle azt a jogot, hogy évente egyszer megkapja a lehetőséget arra, hogy kérdezzen a miniszterelnöktől, akkor ezt megtehesse. Tehát most azt hiszem sikerült úgy válaszolnom, hogy mind a kettő megoldás szerintem jó és rossz is. Nekem már azért nehéz válaszolni, mert én akkor kérdeztem Orbán Viktort, és akkor jutottam hozzá a legközelebb, amikor kim voltam Strasbourgban, és szerintem ott is csak azért tettem fel kérdést, mert nem tudták, hogy magyar vagyok. De ez mikor volt? Bocsánat. Hát ez a Sargentini jelentés vitája előtt Strasbourgban kérdeztem tőle, hogy az volt ugye a módja, hogy ugye tett fel a kezedet. Régóta jelentkeztem, már egyébként pont kormánypárti újságírók környékén ücsörögtem, lehet, hogy még azt is hitték esetleg, hogy én is valamelyik kormánypárti laptól vagyok, és akkor a Havasi rámutatott. Még egy kicsit meg is ijedtem, vagy el se hittem, hogy rám mutat, mert még így babráltam a gombokkal, hogy legyen hangom, és hát kérdezhettem tőle, ráadásul nem is provokatív volt a kérdésem, mert Sebastian Kurz, osztrák kancellár álláspontja kapcsán kérdeztem Orbán Viktort, és egyébként normálisan válaszolt is, de amúgy nem jellemző, hogy az Alfa Hírt kormányinfókra beengedjék. Talán még igen, Lázár esetében ugye ez nem volt probléma, Lázár János idejében mindenkit gyakorlatilag beengedtek. Tehát ugye egyrészt mi eddig sem nagyon voltunk így úgy kezelve, mint akiket emberszámba vesznek, tehát ugye mi vagyunk a csúnya pársajtó, akiket tűzzel-vassal írtani kell, de amúgy a kérdésre térve azt gondolom, hogy szerintem nem jó lenne az, hogyha itt bojkottálnák ezeket a lehetőséget a különböző sajtóorgánumok, tehát tulajdonképpen most is bárki bármit kérdezhetett volna, tehát lehettek volna ennél sokkal provokatívabb kérdések is, de egyszerűen nem tettek fel olyan kérdéseket, amikkel keményebben meg lehetett volna izzasztani Orbán Viktort. Bár hozzáteszem, ha megjött egy-egy kényesebb kérdés, ami a családja ügyeit érintette, akkor pedig, hogy az előbb is mondtam, azokat elhárította. De lehetett volna
egyéb politikai kérdéseket is feltenni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, egy olyan ritka lehetőség, amivel élni kell, bár azt is hozzá kell tenni, hogy igen, a Fidesz és Orbán Viktor ezt arra fogja használni, hogy elmondhassa magáról, hogy itt és az országról semmi gond a sajtószabadsága és a demokráciával. De ha meg nem kérdezünk, akkor pedig tényleg a minimális lehetőségét is elvesszük annak, hogy adott esetben normális válaszokat kaphassunk, amit az újságírói munkához használhatunk. Igen, és akkor ráadásul pláne megkapná azt a kormánykritikus sajtó, hogy na tessék, én megadtam volna nektek a lehetőséget, és ti meg nem éltek vele. Így van, tehát. Hát mi megadtuk nektek a lehetőséget. Köszönjük. Köszönjük a meghívást. És nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek hozzánk ide az újrainduló műsorban. Nektek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy hallgathatok minket, hogyha tetszett, amit hallottatok, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, meg minden ilyen dolog a közösségi médiában. Sziasztok!